A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az integráció a minőségi fejlesztésért alapítvánnyal közösen több mint egy éves előkészítési munkát követően 2016. december 1-én kezdte meg a klímastratégia kidolgozása, éghajlatváltozási platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt megvalósítását. A projekt eredményeként kidolgozásra kerülő megyei klímastratégia célja, hogy csökkentse a klímaváltozás negatív hatásait, az elkerülhetetlen kockázatokra, a helyi közösséget felkészítse és lehetővé tegye az ehhez való alkalmazkodást. Ennek során kiemelten fontos a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése, aminek érdekében számos workshopot, előadást és szemléletformáló akciót szervez a konzorcium, a lakosság, valamint különböző oktatási, gazdasági és civil szervezetek bevonásával. A workshop sorozat 9. állomásának Kemecse városa adott otthont, ahol különböző energiahatékonysági beruházásokkal próbálnak hozzájárulni a fenntartható környezet biztosításához. Odafigyeltünk akár a közvilágításunk korszerűsítése kapcsán az energiahatékonyságra és természetesen a gazdaságosságra is. Minden épületünk, amely felújításban meg tudtunk oldani, vagy újat építettünk, odafigyeltünk erre a stratégiára oly módon, hogy már energiatakarékos fejlesztéseket is hajtottunk végre. Ez azt jelenti, hogy a belső világítási rendszerre, ennek az átalakítására, maga például az az épület, ahol vagyunk itt is, azért napelem rásegítésével működik a villamos hálózat többek között, úgyhogy ilyen módon próbálunk odafigyelni jelen állapotában a klímastratégiára. A rendezvény fő témája a biológiai sokféleség, az élőlények változatossága, azaz a biodiverzitás. Szabó Béla egyetemi docens előadása ennek az ökoszisztémának és a mezőgazdasági termelésnek a kapcsolatát mutatta be. A biodiverzitás egyes területeknek, egyes ökoszisztémáknak a faj gazdagságát, faji sokszínűségét jelenti. Tehát ez alatt azt értjük, hogy minél több faj található meg egy-egy élőhelyen, annál diverzebb, annál jobb a biodiverzitás. A mezőgazdasági területeken látjuk, hogy általában egy növényfajt termelünk, és a vegyi anyagoknak, gyomirtószereknek, egyéb más növényvédőszereknek köszönhetően biodiverzitás szempontjából ezek a területek szegényebbek, tehát lényegesen kisebb a fajgazdagságuk, így a természetes védekező ellenálló képességük is sokkal szerényebb. A biológiai sokfélesége számos tényező veszélyezteti, de leggyakrabban a mesterséges, emberi tevékenység által kiváltott okok között említendő meg az élőhelyek elpusztítása, amely lehet erdőirtás, beépítés, mezőgazdasági termelésbe való bevonás, vagy különféle ipari tevékenységek.